Ma nem vagyunk biztonságban, és amíg marad az Orbán rendszer, addig nem is lehetünk biztonságban. Orbán miatt nincs biztonság. Kormánypárti képviselő hölgyek és urak, önök az idén sztálini típusú tisztogatás keretében megtizedelték a magyar honvédséget, ráadásul jellemzően a legtapasztaltabb és legjobb katonákat küldték el. Orbán miatt nincs biztonság. Önök az alacsonyan tartott fizetésekkel akkora létszámhiányt okoztak a magyar rendőrségnél, hogy ma már halőröket is felvesznek járőröknek, csak itt a kapás egészen mást jelent. Ráadásul rendőrök mondták el a sajtóban, hogy normális kiképzést ezek az újoncok nem tudnak kapni, mert nincs rá idő és nincs rá szakember. Orbán miatt nincs biztonság. Önök kicsinálták a titkosszolgálatokat, amikor az egészet odaadták a propaganda miniszternek, Rogán Antalnak. Orbán miatt nincs biztonság. Önök kiengedtek a magyar börtönökből közel 1700 embercsempészet miatt elítélt bűnözőt. Orbán miatt nincs biztonság. Önök nemzetközi bűnszervezetek tagjait, erőszakos bűnözőket, idegen titkosszolgálatok embereit és terroristákat engedtek be Magyarországra a letelepedési kötvényekkel, az Assad rezsimtől egészen az orosz titkosszolgálatokig. Orbán miatt nincs biztonság. Önök viccet csináltak a propagandájuk egyik fő színpadi kellékéből, a határvédelemből. Ma se Ausztriába, se Szlovákiába, se Szlovéniába nem tudunk határellenőrzés nélkül bejutni, mert ezek az országok azt tapasztalták, hogy rengetegen lépik át a területükre a határt, a magyar határt illegálisan. Orbán miatt nincs biztonság. Önök kiárusították a külső biztonságunkat és a NATO tagságunkat is, amikor az agresszor oldalára álltak az Ukrajna elleni háborúban, és akadályozzák a NATO bővítését. Orbán miatt nincs biztonság.